Hello mindenkinek, Dota 2, és most megpróbálkozom most már egy teljes értékű játszmával. Kicsit csapattam már az este folyamán, úgyhogy sikerült némi tapasztalatot szereznem, hogy miről szól. Hát azt hiszem három meccsből, kettőből kikaptunk, de mondjuk egyik teljesen rajtam múlott, tehát én csak ott bénáztam jobbra-balra. De most akkor megmutatok nektek is, hogy zajlik egy fullos mérkőzés, és közben kommentárom, hogy így kezdőként milyen tanulságokat szűrtem le így néhány meccs alkalmával. Na, tehát először így, ez egy teljesen random mérkőzés lesz. Minden játékos, összesen 5-5, tehát 10 játékosnak kell csatlakoznia. És hogyha ez megvan, elkezdődik a mérkőzés. A felkészüléssel, meg mindennel együtt egy jó fél óra egy mérkőzés, tehát lejátszol 2-3-at, az egy frankó 90 perces futballmérkőzéssel egyenértékű. Illetve majd még meg akarom nézni, hogy ilyen visszajátszásokat hogyan, miként lehet, ha egyáltalán lehet normálisan itt ezt beeszközölni, mert akkor tényleg nagyon izgalmas mérkőzések vannak itt. De még nekem is azért ki kell tapasztalnom a játékot, hogy mit, merre, meddig érdemes. Na, közben lehet, hogy ez a kettő szerencsétlen nem fog tudni csatlakozni, és akkor újra kezdődik. Na, már csak egyre várunk. Természetesen a mi csapatunkba osztották a szerencsétlent, akinek nem jó az internet kapcsolata. Háj, háj, háj. Na, ez az megjött. Jó, lesz játék. All pick. Na, itt van a karakter választó képernyő, és én egy Skeleton Kinget választok. Egyébként ennyi fajta karakter van, mindegyik másmilyen képességekkel, másmilyen tulajdonságokkal és egyéb specifikus feladatokkal. Na hát én csonti lévén akkor leszek egy ilyen csontváz király. Ez ilyen közelharci egység, ez most jó lesz, ez így kezdő játékosoknak ajánlották. És nekem is bevált a dolog. Na most még várunk, hogy a csapattársak is meglegyenek. Egyébként meg tényleg nagyon sokfajta karakter van. Alapvetően háromféle van. Van strength-es, tehát erőkarakter, van agility-s, az ilyen gyorsaság, ügyesség, és van intelligence, az meg ilyen sebzésosztó, varázsló karakter. Akkor vannak közelharci, vannak távolsági karakterek, illetve vannak olyanok, amik elsősorban a skilleket használnak, vagy nem. Na, itt vagyok, kaptam elsőnek egy level up-ot. Hát akkor először ezt a képességemre teszek egy pontot, és megyek shoppingolni. Na, szükségem lesz ilyen gyökerekre, ami minden skillemhez ad plusz egyet. Illetve veszek magamnak egy csimmát is. Jól van. És akkor ezzel én már jól el is leszek. És akkor megyek ide középre. Valami orosz Cyril betűs, akármi. Hú, ez ilyen érdekesen beszél. Na, én megyek középre szépen. Nem tudom, hogy mit pingelnek. Na jó, akkor a haver megy oda, akkor én megyek ide oldalra. Keresztül az erdőn. Itt is működik az, hogyha a karakter portréjára kattintok, akkor követi a kamera automatikusan. Na és amit eddig leszűrtem, hogy ugye ilyen tornyok vannak a játékban, amiket így védeni kell, illetve három út vezet a főbázisoktól. Egy középen és kettő oldalt. És ezek mentén jönnek a lényeink. Illetve az ellenfélnek is ugyanez így tükrözve. Neki is vannak tornyai, és a lényeg az, hogy a lényeinket hagyjuk előre nyomulni, és mögülünk írtsuk le az ellenfél lényeit, illetve a hőseit is, ha tudjuk. És ezáltal nyomuljunk előre. Mindeközben így a boltból tudunk vásárolgatni. Célszerű is, mert akkor fel... Hoppá, csapattárs kiszakadt. Öröm. És akkor kezdődik a harc. Vannak az ellenfél lényei. Közben próbáljuk meg úgy igazgatni így a dolgokat, hogy lehetőség szerint az utolsó halálos
ütést azt mi vegyük be. Minden ellenfél lény, ellenséges lénynek. Mert akkor azért kapunk pénzt. Na, közben ott menekül a kopasz. Ott ez az egy ellenséges hős volt. Egyik csapattársunk kiszakadt, úgyhogy már is hátrányból indulunk. Na, közben ott így szerzem az XP-t. Na, level up. Hopp, közben ott a torony. Már elértük az ellenség tornyát. Jól van. Teszek erre a skillre, ez így hősök kellene elég jó cucc. Hoppá, viszont a toronnyal nem tanácsos így szembeszállni. Szerintem gyorsan vissza is megyek. Hopp, 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 hopp. Vissza a toronyhoz. Közben itt a csapattársam segítkezik. Ah, megölték. Your bottom tower is under attack. Na, jön az XP szépen, és akkor fejlődik a hős. Hármas szintű. Ó, és valaki elválazott, de az ellenfél csapatából. Na, én szerintem visszamegyek a bolthoz. A bolt mellett egyébként feltöltődik gyorsan a manánk és az életünk, úgyhogy érdemes gyakorta ide látogatni. Na, és itt vannak ilyen ajánlott cuccok. Én szerintem veszek egy ilyen kesztyűt. És akkor ez így beteszi a stashbe. Meg egy ilyen fej akármit. Ilyen koronát, azt is beteszi a stashbe. És akkor így előre tudunk shoppingolni. És amikor ide érünk, akkor már csak át kell vegyük a cuccokat. Úgyhogy ez tök jó. Ha meghalunk, akkor egy kis idő múlva újraéledünk. Grab all, nagyszerű. Kicsit még várok, hogy feltöltődjön a HP-m. És akkor megyek is vissza írtani. Nincs elég pénzem, erre 135. Jó, megyek is vissza. Csapattársam oda teleportált, egyből a toronyhoz. Ops, közben jönnek a szintlépések. Neki egy invókörje van. Kitartás, és már hármas szintű. Így le vagyok maradva teljesen. Tehát én meg mentem előre gyakni az ellenfeleket. Aztán ugye az előző videóban már hogy láttátok, hogy van egy ilyen szállító csacsi, vagy mi. Az oda tudja akár helyhez is, helyszínre hozni nekünk a vásárló cuccokat. De hát azt is le tudják kaszabolni. A pénz. Pénz állt a házhoz. A bone to pick. Ezt gyorsan levágjuk ezt a mazsinát. Az ellenfélé lesz minden kill. Ez nem jó. Hát meg kell tanulni ezt az utolsó ütés dolgot. Na, viszont ez egy ilyen hősgyilkos skillernek a csontvágása. Ezt is be rakom. Ez mi ez? Mortal Strike, haha. Ezzel HP-t veszek el tőle, és a vonatot töltöm. Na, becélzett az az állat. Your bottom tower is under attack. Ujjaj, támadják a letitorgyot. Hát nem tudom, milyen hosszú lesz ez a videó. Stunning! Dare you look at me? Na, vissza kicsit. És érdemes a hősöket lekaszabolni, mert azzal jön a pénz. Sok pénz, illetve a lényeket ugye utolsó ütéssel. Az a jó ebbe a csont királyba, hogy az ott az enyém volt. Hogy van egy órája, ami így után tölti a HP-t minden egyes ütésre. Na, közben boltba vissza. Azt mondja... Movement speed, attack speed. Én ezt itt beteszem, és akkor itt írja, hogy milyen cuccok kellenek még hozzá.
és amelyik így ki van sárgázva a szél, azt már meg is tudjuk venni. Ezt meg is veszem, és akkor így a pénzünk is így visszajön. Hát felhasználjuk egyből a pénzünket. Hop, 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 hop. Kicsit vissza, jön a haver segíteni. Jajjajjaj. Leölték a havert. Jaj, de gyors. Engem megölt. De ez milyen gyorsan ment már? Na mindegy, most így gyorsan újra éledünk. Grab, jó. Ez meg 500-ba fog kerülni, és akkor készes lesz az új cucc. Néha bebugzódik ez az inventory egyébként, és nem tudom, azt remélem kiavítják, mert kb. Használhatatlan lesz az egész, és írtó nehéz lesz jó cuccokat szelválni. Na, és a játéknak most így az a lényege kvázi, hogy a hősünkkel segítsük a saját szövetséges lényeg előrenyúlását, az ellenfél hősöknek az életét megnehezítsük, és mi magunk ne halljuk meg, mert akkor azzal pénzhez jut az egész ellenfél csapata. Ez egy nagyon jó kis ügyességi, stratégiai móka. Pénz! Your bottom tower is under attack. Bow before me. Yes, silence. Let's be about. Your bottom tower is under attack. Nice. Közben jött egy másik hős. Ez egy ursza, valami medve. Az a vicces, hogy így látom a Warcraft 3-nak a hős egységeinek így a lenyomatát az összesen. Ugye abból készült eleinte ez a mod, vagy hát a Dota. Na és támadás alá vettük a tornyot. Most engem lé már a torony, gyorsan vissza. Ah, szintén és nagyon jó. Megint kicsit a HP töltéshez erősítjük. Na, ez a torony úgy tűnik, hogy el fog jutni. Most már biztos, és ez jó sok pénzre jelent nekem. The enemy's top tower has fallen. Jó, és ezt meg is veszem, és ide is szállítom magamhoz a csacsival. Na, úgyhogy ez a lényeg. Na, itt most hárman, vagy ketten? Nem, ketten nyomulunk előre. Ezért arra is mindig figyelni kell, hogy ne nyomuljunk túlságosan előre. Hopp, hopp, hopp. Jó, megyek, segítek. A bone to pick. By my bones, I swear revenge. Mi ölt meg? Torony? Nem már. Pedig majdnem leöltem itt ezt a hőst. Be. Na mindegy, meglett az ő csizmám. Prone is strongest where it's mended. Vagy nem. Nincs elég pénz. Mi kell ehhez? Ja, a kesztyű. Na, ezt adja ide nekem. Illusion! Na, és meg is lett az új csizma, helyes. Na, így a csacsival még nem vagyok teljesen a helyzet magaslatán. Hopp, itt két hősünk lelőre a tornyunkhoz. Ajajajajajajaj. Gyorsan. És nehogy ő leverjék a tornyunkat. Kéne. Jó, a torony azért elég erős, tehát azért az sokáig tudja tartani magát, még akár egy-két hőssel szemben is, még a játék elején. Közben nekem meg már nézni kéne, hogy milyen új upgrade-eket tudok szedni. Na, azt mondja, hogy Strength, Agility, Intelligence, Damage. Na, nekem egy ilyen fog kelleni.
Yes. A bone of contention. Szétverjük ezt a masinát, és jöhet a csacsi. Dominating. Ó, és XP hegyek. My realm expands. Ezt a feltámadást még nem aktiválom be, először ezeket a hősírtó skilleket szeretném. Your middle tower is under attack. Ó, középső torony támadás alatt, semmi baj, én nyomulok addig előre. Yes. Csacsi, F2, felturbozzuk. Dire structures are fortified. Your middle tower is under attack. Jó, megvan a karperec is. És zajlik a csata, kérem szépen. Your middle tower is under attack. Hellfire. Your middle tower has fallen. Ó, elbukott. Na most próbál engem hátra csalni, de nem fogok hátra menni. Közben töltött némi HP-t vissza. Azzal, hogy itt legyenem ezeket a szerencsétlen marhákat. Közben szintépés. HP visszatöltés jöhet. Jaj, itt a hűs. Jó, a toronnyal most nem akarok úgy szembeszállni vele, hogy itt a torony mögötte. Ó, közös szintet lépett, nincs manám. Na, valamit így rám lőtt. Na, így azért én vagyok a nyerő. Get some. Cut to the wall. Exactly. Yes, uram. Jó, mondjuk ez 8-as szintű, én meg... Hát, én meg 9-as. Nem jó. Nem baj, 13 másodperc múlva éledek. Azért mi jóval többször aláztuk le őket. Hát jó a csapatom azért, na. Vagy lehet, hogy az ellenfél túl béna. Na, nézzük, hogy mit kéne nekem. Attack speed, HP regeneráció. És ez 2600-ba kerül. Bár én szeretnék most egy ilyen kardot. Ehhez pedig szükség lesz majd egy ilyen lándzsára 1500-ért. Jó. Hát legyen most ez a cél, ez a szekerce. Travel my bones. Your top tower is under attack. Jó jönne. Megyek egy középre picit. Hop 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 hop. Jön valaki. Ez 9-es szintű ő is, de... mi volt ez ott? Yes. Szétverem ezt. Treasury grows. 79 pénz volt. Ez itt micsoda? Night Stalker. Yes. Az a jó ebben a csontvász királyban, hogy így eléggé strapabíró így a lényekkel szemben, tehát simán megtankol bármi. Mert egy pajzsakkal meg kéne szerváljak. Yes. Kicsit előre nyomulunk. Your bottom tower is under attack. Attack! Jön a pénz, jön a pénz. Hú, és mekkorákat krittelek. Your bottom tower is under attack. Yes. Kicsit elvinnek, halljak meg. Vaj, ezek kemények, ezek a srácok. És megint elvesztettem egy rakat pénzt. Itt a teleportált egyszerre három ellenséges hős. Mega kill.
közben jönnek ezek a benyögések, hogy ultra kill, mega kill, headshot, meg minden. Your bottom tower is under attack. I'm unfettered by the needs of the flesh. Hetes szintű vagyok? Jézusom. Na jó. Maradok itt középen is. Összegrindelek pár szintet. Ez így nem járja. Illetve szükségem lenne egy pajzsra is. 250. Your bottom tower is under attack. Mega kill, impale you. Death tax. Ez az. A bone of contention. Kell ezeket a kis törpöket írtani. Én vagyok egy gonosz. Retrieve your skull. Killing spree. Aj, ne is. Ninjázza a pénzt. Hopp, ott két hő torony felé. Your top tower is under attack. Fall out war. Your bottom tower is under attack. 1500. Ezt talán most össze tudom kutázni. Na, ide teleportál. Your top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Well, be gone. It's half done. Your top tower is under attack. Hellfire! Your top tower has fallen. Azt a mi volt itt. Jézusom! Dominating. Mit kaptam én? Hipera. 14-es szintű hipera. Gyorsabban szedik az XP-t. None forget the bite and fiber. Ja, hogy nálunk már két offline emberke is van. Oké. Ez így vicces lesz. Három versus négy. Ez így nem a legjobb. Your top tower is under attack. Fresh from the grave. Közben itt ketten is gyakják a tornyunkat. Your top tower is under attack. Killing spree. Never cross me. Két hős. At him, boom. Your top tower is under attack. Reap my reward. Kis pénzszerzés. Azért elkergettem itt a hősöket. Jönnek vissza. Mit kaptam én? Valami átok. Egységet meg kell ölnöm. Egészen addig rajtam van ez az átok. Ez minden, hát ez nagyon kemény. Yes. Stunning. Travel my bones. Take a knee, peasant. Unstoppable. Unstoppable. Közben ölik a hősünket. Yes. Van szintépés. Fejlesszük ezt a Mortal Strike-ot. Radiant structures are fortified. Kéne erősítés. Állunk meg csak én vagyok a talpon. Megveszem a lándzsát. Vissza, 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 mennyi! Ezek sokkal gyorsabbak. Your top tower has fallen. Közben itt nálunk mindenki itt klubból. Hát itt persze, hogy kikapunk. Your middle nem baj, most is under lesz sebzésem. Elesnek a tornyaink, ki fogunk kapni!
Your top tower is under attack. Az elején egész jók voltunk. Hát jó, amíg nem voltunk ember hátrányba, persze. Azért sokat számít. Még két másodperc. Long live the king! Your middle tower is under attack. Me. Your middle tower has fallen. Ezt kell összeszedjem, és akkor lesz jó fegyverem. Már most is ezért ez a lány sokat fog dobni a sebzésemen. Na. Shady. Na jó, menjünk védekezni. Yes. Unstoppable. Die, peasant. Your middle tower is under attack. Na, gyere csak, gyere. Yes. Your middle tower is under attack. Nem erre akartam elvesztegetni. Nem baj, jön a pénz. Your bottom tower is under attack. Menjünk ide, itt is fel kell tartóztatni az ellent. Your bottom tower is under attack. Fall before me. Itt van ez a rigó már. Your middle tower is under attack. Works its magic. Ennek milyen cuccai vannak? Ilyen teleport, csizmája, meg egy HP potja. Hát meg pár szinten nagyobb, mint én. Poison attack. Na igen, ez az. Ezek ketten meg már egy abszolút nem is játszanak, csak én mentem egyedül a menthetőt. Orbs light my path. Time to fight. Ja, fullosan kiléptek. Akkor már csak én egyedül játszom. Yes. Ezt az aljasságot. A bone to pick. Nincs itt olyan, hogy szörrem. Your top tower is under attack. Jó, ezt gyorsan megveszünk. Visszamegyünk a bolthoz, legalább a fegyverem legyen jó. Your middle tower is under attack. Na jó, szerintem hagyom őket. Meg itt az új fegyverem. Structures are fortified. School Basher. Your middle barracks are under attack. Ez jó cucc. As I command. Your middle barracks are under attack. Nyelni. Hát igen, multi játék, itt szétszűzzák a barakjainkat, tehát akkor így kevesebb lőnünk fog jönni. Your middle barracks has fallen. És itt van ugye a közbűső épület. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks amit meg kell védeni. Na, itt azért még szedek pár XP-t. The king's reach extends. Wicked kapta. Your middle tower is under attack. I break you. Hát hiába van itt három tornyunk is, és semmit nem ér. Roshan has fallen to the dark. Monster kill. Jön a monster. Melee bonus, energy bonus, movement speed. Mithril kalapács. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. My last gasp. Your middle tower has fallen. To the grave. Yes! Monster kill! Your ancient is under attack. És nem tudtam megölni, de elbúlok. Your ancient is under attack. Dire's courier has been killed. Egy creeper ölt meg. Your ancient is under attack. Na, verjétek le már ezt az ancientünket, és akkor jók leszünk. Itt van ez a gyík is, Gitero. Nézzétek meg, hogy viszi le a HP-ját. Your top tower is under attack. Gyíkos.
Viper kills. Na hát ez lett volna egy Dota 2-es egyelőre B-mászlag. De lesz ez még jobb is, remélem. Na, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Remélem azért informatív és izgalmas is volt egyszerre. Pedig majd jelentkezem egy újabb mérkőzéssel, illetve felemelkedésemmel ott a kettő világába. Közvetlenül jutalmakat sorsol ki a nyerteseknek a játék. Ó, kaptam egy cuccot, ez nem tudom mire jó. Valami híres játékosról. De jó. Oké, na, sziasztok!